Nagyon szép reggelt kívánok mindjárt, kedves nézőink! Hú, hogyha belátnának a kulisszák mögé, láthatták volna, hogy néhány másodperccel a szignál befejezette előtt pörgettem meg ezt a bizonyos Astro Plus kereket. Na de hát az én pörgetésem semmit nem számít, csupán csak design elem. Viszont három stúdió játékosunk közül valaki, aki a legnagyobb nyerőszámot pörgeti ki, bizony viszi a pénzt. Na de ugye a kérdés, hogy mennyi a nyeremény alap a mai reggelen, pontosan 810 ezer forint. Ez az összeg a legnagyobb nyerőszámért, hogy a legnagyobb kipörgetett számért jár, viszont ugye csillagjegyekre is tippelni fognak játékosaink, és aki még a csillagjegyet is eltalálja, bizony duplázhatja ezt az összeget. Viszont, hogy izgalmas maradjon a játék, továbbra is ott van az a 6 darab felező az Astro Plus TV keréken, hogyha valaki ezzel nyer, akkor igaz nyert, de csak a 810 ezer forint felét. Nem is szaporítom a szót, inkább ismerkedjünk meg mai stúdió játékosainkkal, hiszen múlt héten kisorsoltuk Gyulát, Piroskát és Terit. Jó reggelt kívánok mindjájuknak! Jó reggelt kívánok! Örülök, hogy eljöttek, és annak is örülök, hogy játszhatnak. Vajon ki fog örülni a végén? Ez azonban a kérdés. Ha, milyen furfangos Ferkó vagyok ma reggel. Gyula, milyen csillagjeggyel játszik, mivel fog duplázni ön szerint? Szűz. A szűzzel. Piroska? Szűz. Ön is a szűzben bízik, rendben. Teri? Én a bak. A bakban? Igen. Na hát csillagjegy ruszám. Ez azonban semmit nem jelent. Gyula, parancsoljon, öné az első lehetőség, vár és pöröghet a kerék. Azt a mindenségit. Talán ilyen tempóval még sosem pörgött az Astro Plus TV kerék, amire befejezem a mondatot, már meg is áll. Hiszen a minimum 3 fordulatot megtette, ugye ez pedig szükséges ahhoz, hogy érvényes legyen a pörgetés. Hogy mire vezet ez? Nem is rossz, a 82-es és a halak. Hát, hölgyeim, nagyon-nagyon magasra tette a mércét Gyula, hiszen a 82-es és a 90-es közé kéne pörgetni, megvan rá az esély. Ezt garantálhatom, mert sokszor előfordult már. Piroska, parancsoljon, ön a következő. Csak határozottan, csak bátran, itt már izgulni szerintem felesleges. Legyen kedves, álljon vissza a helyére, és akkor lássuk, hogy sikerül-e a 82-esnél nagyobbat pörgetnie. Ha igen, átveszi a vezetést. A rák és a 29-es. Sajnos nem sikerült, viszont Terinek még van lehetősége. Parancsoljon! Ez is egy határozott pörgetés, ezt már szeretem. Mindenki álljon vissza a helyre, legyenek kedvesek. És most dől el a játék. Már előre örül, de örülhet is, hiszen a 61-es, ez is egy nagyon jó szám, és mérleg, viszont nem sikerült letaszítani a trónról Gyulát. Gratulálok! Köszönöm. 810 ezer forintot nyert ebben a másodpercben. Köszönöm. Az, hogy örül-e, már nem is kérdés, tudja már, hogy mire fogja költeni? Hát a szokásos mondókat mondom én is. Igen. Van két szép unokám, segítem őket. Lehet, hogy szokásos lokás, mondóban, kirándulás. A legjobb, a legjobb. Piázás. Piázás, nem jó. Nem, ezt a részét megbeszéljük adás után. Mert nem csak azt mondom, hogy a házra, de valamit piázni is kell. És csak na meg, 50 darab asztrót veszek, a feleségem fogja venni, mert ennek ő húzott ki kétszer is tévét, itt van bent most. Örülök, köszönöm szépen, gratulálok. Bocsánat, roboglunk el tovább, elbeszélgetünk majd még adás után, jó? Hiszen ki kell sorsolnunk a jövő heti játékosokat, örülök, hogy itt voltak, meg is tesszük ezt. Na hát így is lehet bent vagyok. Én is lehet, hogy kicsit italoznék. Hölgyeim és uraim, kisorsoljuk jövő heti stúdió játékosainkat is, mégpedig sorsolási bizottságunk elnökével, Jakab Judittal. Szia, jó reggelt! Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Kezdjünk is bele! Nézzük, ki lesz az első stúdió játékosunk a jövő héten. Ha minden igaz, ő nem más, mint Takács Ferencné, hidegségi játékosunk. Gratulálunk neki! Ő már jöhet! Úgyse hallottam még ilyet, hogy valaki ilyen őszinte lett volna, ennek örülök. Tóth Mária, tizaújvárosi játékosunk pedig a következő, aki szintén itt lehet a jövő héten. Lehet, hogy én is megfogadom, mennyire könnyebb lenne az élet, és lazább a sorsolás. Természetesen erről szó nincs. Bánócki Barnabás, Veresegyházi játékosunk pedig a harmadik stúdió játékos, tehát őket nagyon nagy szeretettel várjuk jövő héten. Jöjjön az első tartalékjátékosunk, aki nem más, mint Tóth Szilárd, Ballószög. Jól olvasom, igaz? Igen. Szilárd tehát az első tartalékjátékosunk. Rájuk azért van szükség, hogyha valaki nem tudna eljönni a stúdiójátékosok közül, akkor ne álljunk itt csak egyedül. Orosz László, nyíregyházi játékosunk pedig a második tartalék, neki is gratulálunk.
És akkor jöjjön a táblázat, már láthatják is, amelyen az imént kisorsolt nevek szerepelnek. A felső három név a három stúdiójátékost, a két alsó pedig a két tartalék játékost jelenti. Ők 50 ezer forintot kapnak fejenként, hogyha eljönnek jövő héten, várjuk őket szeretettel, ahogy önöket is, hiszen közel 1,5 millió forint kerül majd játékba. Addig is vigyázzanak magukra, és mi más mondhatnék, egészségünkre. További szép napot, minden jót!